Megadom a szót Gréci Zsoltnak, a DK képviselőcsoportja vezérszónokának. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház! Csak a jegyzőkönyv kedvéért én is megjegyezném azért, hogy az emberminisztérium képviselőjének azért illet volna itt lenni, legalább államtitkári szinten, hiszen televíziós műfajról, kultúráról van szó, akkor a kormány legyen itt, amikor egy kulturális témáról beszélünk. Látom, fideszes képviselőtársam, hogy széttárja a karját. Hát én nem tekintem csak költségvetési témának ezt az ügyet. Ez egy művészeti kérdés, kulturális kérdés, a magyar identitásra vonatkozó kérdés. Nem csak forintokról beszélünk ebben a helyzetben. A Demokratikus Koalíció minden olyan kezdeményezést támogatni tud, illetve nyitott arra, amely a magyar kultúra örökségét ápolja és azt segíti. És természetesen nagyon örültem annak, hogy fideszes képviselőtársam elő vagy hozzászólása sem fulladt kommunistázásba, hanem elismerte mindazt a szellemi örökséget, amelyet még a rendszerváltás előtt ilyen téren létrehoztak. Arra a filmes és televíziós örökségre azt gondolom valamennyien büszkék lehetünk. Csodálatos alkotók, csodálatos alkotásokat hoztak létre, és nem csak a tévéjátékokban, hanem a játékfilmekben és dokumentumfilmekben és animációs filmekben egyaránt. Ezt muszáj rögzíteni, és azt is nagyon fontosnak tartom ez ügyben, hogy készüljenek olyan filmek, amelyek tovább dolgozzák fel a magyar történelmet, leginkább a 20. századi történelmet, amely ugye számos olyan ügyet még mindig feltáratlanul hagyott, amelyre azt gondolom, hogy nagyon sokan lennének kíváncsiak. Ugyanakkor azt is látnunk kell, és ez ügyben vannak kérdéseink, hogy miután itt egy fideszes testület fog erről dönteni, ezért nagyon fontos az például, hogy olyan testület álljon ez ügyben össze, és olyan döntéseket hozzon, amely nem kifizető helyé teszi Fidesz közeli művészek számára ezt a történetet, hanem valóban a tehetség, a jó forgatókönyv, a szakmai rátermettség lesz az, amely záloga lesz annak, hogy ezek az új televíziós alkotások elkészüljenek. Azt is fontos lenne tisztázni ez ügyben, miután ezek a televíziós filmek egészen bizonyosan az állami televízió valamelyik csatornáján lesznek bemutatva, ezért kiemelten fontosnak tartom, hogy föl kellene szabadítani az állami televíziót a politikai terror nyomása alól. Az, ami ott folyik, az egyperces híradók világa és az ellenzék nélküli úgynevezett közszolgálati televízió, az egész egyszerűen olyan helyzetbe hozza ezeket a csatornákat, hogy nagyon kevesen nézik. És miután ezek az alkotások, amelyek itt meg fognak születni a televíziók számára a magyar kulturális örökségről, nyilvánvalóan abban bízunk, hogy ezek méltóak lesznek arra, hogy sokan megnézzék. Ne sújtsuk már előre a nézettségi, ne nyomjuk le azzal a nézettségi számokat, a remélhetőleg magas nézettségi számokat, hogy ilyen politikai környezetben mondjuk egyperces híradókkal lesznek félbeszakítva ezek a reklám helyeként mondjuk egy Betlen Istvánról szóló, hogy mondjuk egy konzervatív politikus Betlen Istvánról szóló tévéfilm ne szakadjon félbe azért, mert éppen egy perc hazugsággal kell megtömni az éppen arra járó tévénézők fejét. Tehát összefoglalva, a Demokratikus Koalíció nyitott a kezdeményezés iránt, a 7 milliárd forint az kiindulási alapnak azt gondolom, hogy megfelelő, abból legalább 6-8, jó esetben 10-12 műalkotás létre tud jönni a televíziók számára. Ezeket, ha ezek sikeresek, akkor minél többször ismételni is kellene. Látni kell azonban, hogy nem fideszes kifizetőhelyről van szó, és hogy ezeknek a produkcióknak a nézettségét nem sújtja majd semmiféle politikai áthallásos hírműsor, vagy valami ehhez hasonló, mert az igencsak rosszat tenni az alkotóknak is, meg a nézőknek is. Köszönöm szépen!